kerekasztal beszélgetésre várta az érdeklődőket a Europe Direct tájékoztató központ. A már hetedik alkalommal megrendezett találkozó témája idén az unió jövője volt. Ez a kerekasztal beszélgetés minden évben valamilyen aktuál politikai, Európai Uniót érintő aktuális politikai kérdés dolgoz fel. Jelenleg viszont úgy gondoltuk, hogy a 2016-os év egyébként is ilyen úgymond rendkívülinek számít, hiszen megtörtént két olyan dolog, amire nem sokan számítottak. Egyrészt az, hogy a brittek, mondhatjuk úgy, hogy józan észre szembe menve a Brexit mellett döntöttek egy népszavazás alkalmával, illetve Donald Trumpot választották meg az USA elnökének. A kerekasztal beszélgetésen a Brexit előzményeiről a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója Csornai Zsuzsanna tájékoztatta az érdeklődőket. Idén június 23-án népszavazáson dőlt el, hogy amíg 1973-ban csatlakozott Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból. Az előzetes közvéleménykutatások alapján várható volt ez az eredmény, mégis sokakat meglepett a kilépés híre, főleg az uniós tagállamok vezetőit. A Brexitnek több éves előzményei vannak, tette hozzá a kutató, ilyen például a 2008-as pénzügyi, a 2014-es ukrán és a 2015-ös migránsválság. Jelenleg még jogilag semmilyen hátrányát nem érezheti az, aki az Egyesült Királyságban szeretne munkát vállalni. A kilépés folyamata majd csak márciusban kezdődik, hangzott el az előadáson. A Brexit egy elég hosszú folyamat lesz, még tulajdonképpen nem is indult el ez a tárgyalási folyamat az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. A magyarok részére természetesen itt azért elég nagy számú munkavállalóról beszélünk, akit ez érinteni fog. Azért nem tudnék most még konkrétumokat mondani, mert egyrészt csak ígéretek hangzottak el az Egyesült Királyság részéről is. Akik jelenleg bent tartózkodnak az országban, ők olyan ígéretet kaptak, hogy egyenlőre nem bántják az ő jogállásukat. Hogy később hogyan egyeznek majd meg az EU-s vezetők, illetve a brit kormányzat, ez majd még a jövő kérdése lesz. A gazdasági hatásairól még csak előrejelzések vannak, de a Brexitet még számos jövő évi döntés befolyásolhatja. Csornai Zsuzsanna kutatása szerint ilyen például a 2017-es francia, holland és német választások, illetve a transatlanti kapcsolatok alakulása, amelyet nagyban befolyásol a novemberben megválasztott új amerikai elnök is.